Hi, Emma. Thank you for telling up against the Polish abortion law. I am Melinda Vivian on Twitter. Sziasztok! Ugye megígértem nektek ezt a lengyel abortusz törvény ellenes videót is, csak ugye kicsit elkéstem vele, bocsánat. De most legalább eljutottam idáig, úgyhogy most mondom. Ez egy olaszszár, mondjuk ki. Igen, meg nem tudom, hogy képzelik ezt a lengyelek, hogy egy ilyen törvényt. Tudom, írtátok, hogy eddig is önállók volt a legszigorúbb ez a része, de hát ez így undorító. Mi az, hogy egy nő nem szólhat bele, hogy például akar egy gyereket, meg hogyha akar is, akkor kitől, meg miért? Mert ez erről szól, igen. Nem vetetheted el a gyereket, semmikor jóformán, hogyha például kiderül ultrahangon, hogy teljesen fogyatékos lesz, vagy mondjuk se keze, se lába, 0-24 egy áshoz lesz ködve, és ott kellene mellette, akkor sem. Meg hogyha például mondjuk jobban vagy egy pasival, de mondjuk még ővel nem tervezett családot. Vagy mondjuk nem az, hogy nem terveztek, hanem hogy mondjuk még nem vagytok úgy anyagilag, mert nincsen lakásotok, mit tudom én. És terhessetek valahogy, és akkor ugye nem vetetheted el, mert rá vagy kényszerítve, hogy megszűr. Ez a törvény ugye rákényszeríti, hogy akkor is tartsa meg, hogyha éppenséggel nem attól a pasitól akar gyereket, akkor nem tudom, például beadja állami gondozásba, lehet, hogy a lengyel olyan király az állami ellátás, hogy ők is ezt bevállalják, hogy ha beadja egy nő egy állami intézetbe, akkor ők ott felnevelik. Nem tudom, lehet. Hát akkor sok sikert. Next síratócóba, hát elmennek a jó büdös csáva, oda igen, oda. Hát nem tudom önálluk, hogy van, de kb. Ilyen 3 hónapos korig lehet nevetetni gyereket. Hogy például, hogy mi a különbség akközött, hogy mondjuk most 3 hónapos korban, ugye kivették belőled, vagy mondjuk ugye rá vagy kényszerítve, hogy egy halott gyereket végighogy 9 hónapon át, ami ugye a nője se egészséges, mert ugye egy csomó fertőzés, nem mit tudom én mit kaphat, gondolom én, és kihordod 9 hónapig, mert végigcsinálod vele azt a hercegúztát, és akkor a halott gyerekedet megszülöd, és akkor temetted el 9 hónaposan, vagy pedig 3 hónaposan elveteted, de akkor is ugye azt a valamit. Ugye azt is bele tudod tenni koporsóba, meg úgymond rendes temetést tudsz neki kérni, meg a 9 hónaposnak is tudsz rendes temetést kérni, szóval nem tudom, hogy mi a különbség a kettő között. Én szurkolok a tüntetőknek, meg akik ugye ez ellen vannak, hogy hát tartsatok ki, meg csináljátok, menjetek tovább, és hogy hát remélem, hogy azért majd az EU is mellétek el, vagy valaki, ilyen jogvédő, mert hogy ez így unorító, úgy, ahogy van.